Sziasztok, Korec Márkölyök a Vadász Blogtól, ma pedig hőkamera lesz a téma. Ez most ígérem nem lesz olyan hosszú videó, mint amiket eddig csináltam. Nem is biztos, hogy annyira összeszedett lett, csak gondoltam, hogy szólok egy pár szót itt a hőkamera. Hát a videó címe téli-nyári használatról, de leginkább a téliről, ugyanis most gyakorlatilag október óta elég mostoha időjárásunk van, és teljesen mindegy, hogy milyen hőkamerát használunk. Mindenki csak küszködik vele, mert nem olyan képet mutat, mint amit akár a mintavideókon láttok, vagy amiket így sokan várnának az egyes készülékektől. Úgyhogy egy kicsit a hőkamera és az időjárás viszonyáról beszélnék nektek. Benne van a nevében is, hogy hőkamera, tehát infrahősugárzást lát a készülékünk, és ennek az az eredménye, hogy abszolút ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak, egy kicsit kevésbé, mint a normál optikákkal, ugyanis azt mindenki tudja, hogy a hőkamera akár még ködben is jól látja a vadat, illetve a hőforrásokat, de az, ami nem bocsát ki hőt, tehát nem melegvérű állat vagy ember, ott már egy kicsit problémásabb a dolog, és sokkal inkább érzékeny az időjárásra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bármilyen részecske vagy anyag, ami blokkolja a hősugárzást, az infrasugárzásnak a terjedését a levegőben, az butítja a hőkamera képét. Ilyen az eső, ilyen a havazás, ilyen a por, szállópor, hogyha szmogos, poros a levegő, vagy erősen fúj a szél és hordja a port egy szárazabb időben, akkor az bizony lebutítja a hőkamerának a képét. Illetve a másik dolog ilyen a pára és a köd. A köd az egyértelmű, hiszen ködben nem látunk szabad szemmel sem olyan jól. A hőkamera egy kicsit, mint említettem, jobban lát. A pára viszont egy kicsit genyóbb dolog, ugyanis szabad szemmel azt látjuk, hogy tiszta idő van, még szürkületkor is ellátunk kilométerekre, főleg a településnek a fényei világítanak a távolban, azt kilométerekről látjuk. A hőkamerának meg mégis olyan szerencsétlen képe van. Az, aki ilyen időbe vesz hőkamerát és először kipróbálja, az még lehet, hogy csalódik is. Nekik csak azt tudom mondani, hogy várjanak türelemmel valami tisztább időig, és majd meg fogják látni, hogy mit tud a készülékük, amit megvettek. Ugyanis ez pára az egy olyan speciális dolog, főleg, hogyha még hideg idővel is társul, hogy jobban segít a tájnak egységesen lehűlni. Csak mondok egy hülye példát, most nem biztos, hogy ez a legjobb példa, de szerintem közel lehet a dologhoz, hogyha kijövünk a zuhany alól, akkor jobban fázunk addig, amíg vizesek vagyunk, ha megtörölközünk, akkor meg már ugye kisebb a hőveszteség. Szerintem valami hasonló dolog történhet a párával is, tehát hogyha nyírkos minden, akkor sokkal nagyobb a hőleadás, és egyenletesebben hűl le a táj, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. A lényeget szerintem értitek, abban a pillanatban, hogy nincs napsütés, hanem felhős idő van, és még párás környezet is, az nagyban befolyásolja a hőkamerának a teljesítményét, már ami a táj megjelenítését illeti. Ugyanis ha süt a nap, akkor különbözőképpen melegíti föl a lágyszárú növényeket, a fásszárú növényeket, fatörzseket, köveket, a talajt is attól függ, hogy mi borítja, ha pőre, anyaföld van, egy szántás, az is különbözőképpen melegszik föl, mint egy növénytakaróval ellátott talaj vagy egy tarló, és szerintem még a talaj szerkezetétől is függ a dolog, és már az eleve, mivel különböző hőmérsékletre melegszenek ezek föl, már ettől tisztább lesz a hőkamera képe, mert jobban tud különbséget tenni a tereptárgyak között, illetve amíg beáll az éjszaka és elkezd hűlni a levegő, akkor is ezek a tárgyak különböző hőleadási együtthatóval, vagy nem tudom mivel, kettes voltam fizikából, de lényeg az, hogy különbözőképpen és különböző tempóban hűlnek le, tehát még jó sokáig az éjszaka folyamán kontrasztosabb és részlettelibb képet fog mutatni a hőkamera. Viszont, hogyha felhős az idő, és ilyen vacak idő van, mint most, hogy éjszaka 3 fok van, napközben pedig 5 fok, akkor meg teljesen egyforma hőmérsékletű lesz a táj, és ha ez még egy kis párával is kiegészül, ami még jobban rásadik itt erre, meg még részecske is a levegőben is még blokkolja a infrasugárzás terjedését, ebben az esetben nyilván a hőkamerának a képe kevésbé lesz részletteli. Vacak is ilyen időbe tesztelni őket, mert én is csak szenvedek. Most nálam van még tartozom tesztel az InfiRay E3 plusz V2 tesztjével, de egyszerűen, hát nem tudom most már hány hete vagy hónapja van nálam ez a kamera, és talán egyszer sikerült vele olyan képeket meg videókat csinálnom, ahol úgy igazán megmutatta a tudását. Minden egyéb napon gyakorlatilag csak a vad látszott szinte a képén, és a tájból meg alig, szemcségeltem is állandóan. Most egyébként elárulok egy kulisszatitkot, az a pletyka járja, illetve már hivatalos információ is, de még puhatolózunk, hogy szoftver frissítés jön az iRay, illetve az InfiRay V2-es kameráihoz, amivel megérkezik az Ultra Clear üzemmód is, ami már az InfiRay céltechnikáiban eddig is megvolt. Ez egy ilyen kibekapcsolható funkció, ami élesít és kontrasztosít egy kicsit a képen, és az InfiRay pont ilyen mostoha időjárási körülmények esetére ajánlja, és javítani fog egy kicsit a képminőségen, de még nem sikerült nekem letölteni ezt az új szoftvert, még egyeztetünk az InfiRay-jel, hogy ennek mi a menete, mikortól lesz elérhető, stb. Úgyhogy ezt mindenképpen fogom majd jelezni a blogon és különböző fórumokon is, hogyha eljön az idő, hogy lehet frissíteni őket. De tök nagy szó szerintem, mert ez az első szoftver frissítés a kínai hőkamerákhoz. Ugye a pulzár tulajok már megszokták ezt, hogy néha frissül a kamerájuk és telefonon keresztül lehet frissíteni. Úgyhogy nagy időszak ez a mostani a kínai hőkamerák életében, ugyanis az InfiRay ugyanezt fogja tudni. Én megmertem volna ráesküdni, hogy nem fogunk kínai hőkameráknál frissítéssel találkozni, mert lustának tartom a kínaiakat annál, hogy ilyenekkel foglalkozzanak, amíg nincsenek rákényszerítve, de megdőlt az elméletem, és úgy néz ki, hogy lesznek frissítések a jövőben is. Mára ennyi, folyt köv, sziasztok!